Az 50 fős lakossági létszámot alig lépi túl Murga, de május 1-én benépesült a település. A Zsákfalu örömmel látja vendégül évről évre azt a népes társaságot, akik ha csak egy napra is, de szint visznek a kicsiny falu életébe. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre ugyanis itt tartja meg retromajálisát. Nagyon jó viszonya van ennek a rendezvénynek. Ha jól az emlékedetem, de biztos, hogy 2019-ben rendeztük meg a majálista, a vándorló szépkorúak tolnai csoportjával. Két év kiadás itt a járványhelyzet, a pandémia az, amikor nem valósult meg, a tavalyi évben és az idei évben ugye megint, tehát a negyedik éve, hogy közösen rendezzük ezt a rendezvényt. Nagy örömmel szolgál az, hogy ilyenkor benépesedik a település, hiszen Tolna megye legkisebb települése vagyunk a magunk 53 főjével, és hát itt a mai nap szerintem megháromszorozódik a településnek a létszáma, és hát akik ellátogatnak ide, hírét viszik ennek a kis településnek. Én szerintem minden évben nagyon jó visszhangja volt a rendezvénynek, akik ide látogattak, nagyon jól érezték magukat. Végül is egy egész napos program most fed le a rendezvény. Délelőtt egy ilyen csapatversenyek, különböző ügyességi, vízjátékos dolgot szerveztünk, délután pedig két óra után egy kulturális programot, ahol a helyi, illetve a szomszéd településeknek a csoportjai is részt vesznek, illetve hát vannak leszerződött, meghívott fellépők is. Van még egy rendezvényük, ami egy nagyobb rendezvény, az a falunap, az július második hétvégéjén, illetve 2000-ben a rendszerváltás óta egy ilyen kenyérszelő kupa, ami augusztus 20-án, az idén 34. alkalommal kerül megrendezésre. Mondjuk ezek azok a nagyobb volumenű rendezvények, de hát azon felül kisebbek rendezvényeket is tartunk. Az érkezőket reggelivel várták a helyiek. A konyhán a szorgos kezek azon munkálkodtak, hogy egy gyomor se maradjon üresen, lángosan láttak vendégül mindenkit. Május 1-e és az ahhoz kötődő közösségi programok fontosak a mai napig a nagy többségnek. Szép idő van, szép helyen vagyunk, és jó emberek között. Mennyire szokták megünnepelni évről évre egy május 1-ét, illetve miben változott az előző évekhez képest? Hát amikor gyerekeink voltak mindig a gyerekekkel, most meg már külön-külön majálisozunk, nem mindig, de most ebben a csoportban másodszor vagyunk itt. Mi régiek, ugye úgymond, még a május 1-ére emlékszünk a zászló fővonulásokra. Egy kicsit úgy bennünk van, jól esik május 1-én, mintha fővonulnánk egy ilyen kis faluba, aranyos. Hát mi is ilyen nyugdíjas busszal jöttünk ide, úgyhogy Tolnáról. Hát még egyelőre mi is lapogatózunk, hogy milyen, megnézzük, most jöttünk. Először vannak itt? Először, itt igen. Hát emlékeztünk erre a Murga falura itt lent, csak hát sokkal szebb most ugye az egész, úgy emlékszem, viszont nagyon régen jártam itt lent, talán 10-12 éve. Míg a férfiak az ebédre szánt levest főzték, addig az asszonyok a levesbetét elkészítésén szorgoskodtak. A jó levesbetétnek pedig megvan a maga titka. Jó kemény legyen. Utána meg, hogy jó simára ki legyen gyúrva. Egy kiló liszthez 10 tojás, só, össze kell állítani, és utána ilyen kis cipóka formájuk. És utána próbáljuk simára kisodorni, és ilyen ügyesen kicsit. A rendezvény minden évben jó lehetőséget kínál mind a helyiek, mind az esemény társszervező csoportjának tagjai részére a hétköznapokból való kiszakadásra. Ez a murgai lakosság számára és a tolnai vándorló szépkörűek baráti körének a tagjának a számára. Ez 4 éve ezelőtt született meg ez a gondolat, hogy jöjjünk egyszer el Murgára. A lakosságnak is egy kikapcsolódás, egy ünneplés a május, a idősebb korosztálynak visszatetszik a régi hagyományok, és retromajálist terveztünk meg. Sok-sok programmal, délelőtti programmal a lányok lent sütik a lángost, a kihagyhatatlan murgai lángos, és babgulyást fogunk ebédre főzni,
és akkor megvan a reggelizés, akkor utána nekiállunk, nekiállnak ilyen társas játékokat játszani, például Morgán van egy nagyon szép kuglipálya, kuglizás lesz, kislabdadobás lesz, kvíz kérdések lesznek, pingpong lesz, ilyesmivel fogjuk a délőtől eltölteni, ebéd után még akkor jön a kulturális program. Egyre nagyobb a látogatottság, ahogyan kaptuk előjelzést, körülbelül a 150 főre készítjük a babgulyást két bográcsba. Először nem volt olyan az első rendezvény olyan nagy létszámú, egy olyan 70-80 voltunk, de csak most Tolnáról 82-en jöttünk. Egy nagy buszra jöttünk 52 fővel, és a többiek még vállalták, hogy eljönnek autóba, mert ezt a szép napot itt akarják Murgán tölteni. Nagyon-nagyon szoros barátságok jöttek létre Murgán. Nem csak a falu vezetőivel, ők Tolnán laknak, nagyon sokat köszönhetünk neki, hanem már itt a lakossággal. A csoportnak szinte 90%-a egyedül élő magányos ember. És minden időt kihasználunk azért, hogy együtt legyünk a magányosságból, az otthonnak a magányából kiszólítjuk az embereket, hogy társaságban legyen. Ezzel megelőzik azért a befordultságot, a magányt, a demenciát, mindent. És nagyon szeretik az emberek a rendezvényeket, nagyon szívesen jönnek. Az estében nyúló retromaján is idén is jó hangulatban telt Murgán.